keverek üdvözlök mindenkit, itt vagyok Anyidával, azaz a gyönyörűséges barátnőmmel, Gyöngyivel. Sziasztok! És ma Minecraftos, sakkos Minecraftos játékot fogunk játszani. Ebből már csináltam egyszer videót, akkor sajtard mértem össze tudásomat, nyertem. Most viszont Gyöngyivel is sakkozni fogok, ő ugyanis egy sakkvilágbajnok is lehetne. De nem sakkvilágbajnok, de tény, hogy nagyon jól tud sakkozni. Igazából ahányszor játszottunk, annyiszor kaptam ki, szóval egy kicsit félek. Na, jó, nézd meg a tutoriát, mert ez egy kicsit máshogy fog működni. Igen, Gyöngyi, azért mondom, hogy itt most melyik a bástya, melyik a futó, gyere, melyik gyere, a ló. Gyere szépen a tutoriába befelé, jó? Szóval, menjünk, azt majd kitapasztaljuk, hogy hogy lesz. Gyere szépen, Gyöngyi, vissza, és ide rá kell menni, start game, te is kattints rá. Úgy okay. Van, na, és hogyha jól látom, akkor ki kezd majd? Hát ez az, ki kivel van egyáltalán. Na, várjál. Opa, te kezdesz! Na, te kezdesz, te vagy a piros. Mindig a piros kezdesz egy arai szabály a sakban. Nem, amúgy nagyon nem. Nem. Na. Ki tudod kell választani, hogy melyikkel hova lépjél ilyen. Hát ha tudnám, hogy az a baj, nem jegyeztem meg, hogy mi, na mindegy. Igazából tök mindegy, mert én sem tudom. Én már játszottam ezzel egyszer, de nem nagyon tudom. Oké, és hogy kell visszamenni? Vagy ez már hát, Gyöngyi, hogyha egyszer hozzáértél, akkor azzal kell lépni. Jó, oké. Várjál, én nem igazán tudom, hogy... Aha, tényleg nem lehet az a baj, ez jó lenne egyébként fent. Várjál, nem kell, Gyöngyi, ezt játszod, és közben történnek majd az események, szóval nem kell túl pörögni. Én se tudom, hogy kell játszani, te se tudod, hogy kell játszani, tessék, ez például futóként működik, mert ő egy engineer. Igen, látom, aha. Igen. Na. Hihetetlen menő, megnézem ezt az íjás srácot, ez is futóként működik, tud jönni, hoppá, látod? Uh-huh. Szépen lassan. Ne! Aha, látom. Jó, akkor ezek lépnek csak így előre, mint a gyalogok. Mm-hmm. Fehér volt a futó, ugye? Te mennyi a de Gyöngyi, igazából majdnem az összes futó, látod? Mindegyik aha így, mint hogyha átlósan tudna lépni az összes. De ez milyen érdekes. Ugye? Na mindegy, majd idővel kitapasztaljuk. Aha. Na igen, várom a lépésedet. Kisember, ez ide tud jönni. De nem tudom leszedni, hát ennek milyen butaság akkor a lényege? Hát nem kell tudom, leszedni? Fogalmam sincs. Szerintem nem tud idáig eljönni. Szerintem csak mellette tud lőni, nem? Akkor ide jövök. Mondjuk ez nem jó ötlet. Aha, tényleg nem tudod. De akkor... De... Hát nem tudom, majd meglátjuk. És akkor... De én őt akarom leszedni. Hát de nem arra néz, nem tudom, hogy működik. Nem tudom. Fogalmam sincs. Hát de ha erre néz, se tudom leszedni. Igen, mert nem mellette vagy. Fogalmam sincs. És akkor én ezzel... Aha. Azt most már... Ja, hogy az így tud lőni, értem. Ezt most elrontottad. De én nem értem. Gyöngyi, hát az, nem... az nem átlósan tud lőni, hanem csak egyenesen maga mellé. Mármint, hogy így. Így. Átlósan nem tud lőni, csak magával szembe vagy a két oldalára. Nem, Ted. De mindegy. Nem baj, nő vagy, nehéz. Na. Itt van Pölö. Ez a csóka itt. Aki csak szemből tud ütni. Ez mondom, nem teljesen olyan, mint egy csak Gyöngyi. Ez egy kicsit bonyolultabb. Most például le tudtál szedni, és ezzel helyes meg le tudlak ütni így. Na, látod? Megy ez, aha, mondom. Tessék. Aha. Jó, belejössz te, megy ez, mint a karikacsapás. Értem. Jó, oké. Érted? A fenékét érted? Úgy teszel, mintha értenéd. Hát, még mindig nem teljesen értem. De mit, Gyöngyi? Mert még nem ismerjük az összeset. Ezzel például ide tudok lépni. Hopp, volt nincs. De... Le akartam szedni. Hát fiatal. Akkor arra kellett volna kattintani. Na nézzük ezt a csávot. Ó, ez tud falat építeni. Aha. Ez egy nagyon vagány legénynek tűnik nekem, hogy így tud falat építeni meg minden. Mekkorát tud ez. Akkor ez tud így közlekedni. Uh-huh. És akkor gondolom az átlósan tud majd ütni. Így. Ez most egy hosszú kimenetelő lépés lesz, Gyöngyi, én úgy érzem. Aha. Igen. De ezzel én így le tudom szedni. Ó. Én meg ezt. És előre sem mentem. Hát ez nagyon vagány gyerek. Ne. Szépen lassan. Én már kezdem kiismerni a dolgokat itt, Gyöngyi. Az a baj, hogy itt nem lehet ugye visszamenni azt meg. Hogy miért nem? Miért lehetne a sokba visszafelé menni?
Hát nem úgy, hanem hogy tudod megnézni, hogy hogy tud lépni. Minek akarsz te megnézni, hogy hogy tud lépni? Hát itt ezt ki kell tapasztalni, ez tapasztalatom múlik. Milyen menő szemüveges csávód van neked, most nézem. Ja, hát de neked is van. Hát nekem is van, bizony, hát most van. Trombára sikeredett. Na te jössz, Gyöngyim! Gyerünk, jó. Mutasd meg, hogy tényleg sakkvilágbajnok vagy. Ez egy rossz lépés volt. Volt nincs, aha. Látod? Csak hiszed. A kutya fáj. Bűnhölgy, döglögy. Ennyi innen. Ó, te. Ezzel nem lehet ellépni odáig. Ó, te. De én nem így akartam! Na? Csak erre tudok jönni. Nagyon jó. Amúgy... Oda be... Oké. Okay. Ez majdnem minden irányba tud lépni. Gondolom itt is úgy működik, hogy sakkot kell majd adni a másiknak. Persze. Ez valószínűleg nem lát el odáig. Az meg nem tud olyan nagyot menni. Várjál, ezt ideállítjuk így. Gyere ide, komám, védd a királynőt! Vagy a királyt, vagy nem tudom, ez király. Ide bejövök. Nem tudom. Kárvút. Mindegy, én örülök neki, Gyöngyi. Hát az a baj, hogy... Úgy könnyű, hogyha te nem támadsz, csak védekezel. Adelc, milyen falat húztam föl. Na azon próbálj meg áttörni! Amúgy támadok én folyamatosan. Csak tudod, hogy... Ja, könnyű, hogy nem támadsz, könnyű. Volt nincs, nem, látod? Látod? Gyöngy, itt ki kell találni. Nem tudja leszedni? Mert nem átlósan áll mellette. Ó, bakker. Túl közel hát van. De te se. Igen. Nem baj, megyek ehhez. A szemüveges gyerek! Véged. Így. Ó, szegény pük! Hát ez szívás. Szegény pük. Pükrót. Na várjál. Hát ezt elvesztem. Szépen lassan. Elkezdek haladni, és... Jó, de hát négyen vagyunk. Négyen vagytok? Nem baj, figyelj, innen szép a győzelem. Azt sem tudom, hogy mit csinálok. De én, hogy lehet, hogy én már értem? Azt mondtad, hogy sok világbajnok vagy, Gyöngyi. Ez nem sok. Átvertél. Na, most ez hova rakta? Nem épített ide falat, de... Na, gyerünk. Nekem hol van a falas emberem? Nincs is. Leütötték. De hát nem is tudtam falat építeni. Hát mert elvesztetted, gyenge voltál. Na gyerünk! Ja, én jövök, te jössz. Ja. Te mit... Mit léptél? Uh-huh. És ezzel lépek? Mi az, hogy unit sacrifice? Most lehet, hogy be vagy fenyítve? Nem vagy befenyítve. Ja, hogy volt egy totemem, és akkor feláldoztam az egyik emberemet, hogy megöljem. De neked nagy volt ilyened, te! Azt nem tudom. Hát álljon már meg a menet. Oh. Ennyi volt, de hát ennyi még lesz, volt. Hogy őrzted. Hát de két embered van! Hát nézd már meg! Ja, Gyöngyi, Gyöngyi, ez volt a bemelegítő, de nyertem. Nem baj, pedig most én kattintottam rá elsőnek, hogy nagyon szép lépés, nagyon szép. Egyre ügyesebb vagy. Na most már kiismerted, hogy mi hogy tud lépni, nem? Dehogy ismertem, hát ezek mind ugyanúgy néznek ki. De nem ugyanúgy néznek ki, nézd meg, hogy mi van a kis kezükben, mit hordanak itt, meg ott, meg amott. Piros az összes. Mert te vagy a pirossal! Mindegy, menjünk ide. Uh-huh. Úgyis leütöd. Bele a csapdámba. Milyen csapda? Azt tudod, melyik hogy lép? Bele a csapdámba, dehogy nem. Leginkább a legtöbb az átlósan. Annyit tudok. A legtöbb az átlósan. Határozott. Határozott és eltökélt. Uh-huh. Mit gondolkodsz? Azt sem tudod, mi hogy lép. Dehogy nem tudom! A nagy menőt. Tudom nagyon jó, hogy mi hogy lép. Tudj! Nagyon jól tudom, hogy mi hogy lép, jó? Uh-huh. Igen, tényleg. Na ezzel hú, hogy kell lépni? Ez meg tud lépni. Ott a másik. Nem tudom, mi lehet, nincs elég pontod hozzá, vagy nem tudom. Nem tudom, nem. De zavarta őt. Zavarta őt a többi ember. Enough fragments. Nincs elég fragment.
Ó, hát te, pükli! Tudnám, hogy mi a különbség itt e között a csávó között. Neked van elég fragmented? Ó, nincs elég fragmented. Hát gondolom, az le kell be is bugolt, lement minusz 454-re a fragment. Nekem minusz 772-re. Elvitte! Nem tudok lépni vele, Gyöngyi! Elvitte innen a kezemből a... Akkor várunk. Ah, végre, oké, megvan. Most jó sok freget vitt le tőle. Jaj, neked mennyi minusz? Nekem 453. Nekem 700, szóval ne sírj a szád. Jó van, na hát én nem tartottam annyi ideig ott. Már kicsit nehezebb azért a game. Tudj! Ugyan, gyere csak. Na. Lehet felvetted te is, nyomd meg az elbetűt, lehet ott van a melkosodon. Mekkora butaság? Nem mondod, soha nem jövök rá. Jó van, na hát honnan tudtam volna, hogy ez nem tud egyenesen lépni, csak átlóssal? Na, miért te ugyanazt csinálod? Menekülsz, így nem leszünk jobba. Kellene, azt várod, hogy menjek oda. Kellene egy erős támadás végre. Mit nézegeted a bábúimat? Hogy nézegessem már? Fú, de jó vagy. Ah, végre. Töpá! Hogy mész? Kis bábuddal. Azzal csak óvatosan. Na gyerünk! Hogy gondolkozol? Ó! Oh. Ó! A kis engineered. Na lépj! Hoppá! Hát azzal most így benézted. De most miért vetted el? Gyerünk. Gyerünk, gyerünk! Lépés, Gyöngyi! Lássam! Lássam, ahogy innen kihúzod. Áj, kihúztad az emberkét. De nem már. Köszönöm szépen. És cowboy lett belőle! Most nézem, hogy cowboy lett a csávóból. Nyertem! A cowboy! A cowboy lehoz! Köszönöm szépen a játékot! Sziasztok! Sziasztok! Jó játék volt! Sziasztok!